Üdvözöljük Önöket! Az alábbi videóban az MCK 1200 típusú vetésellenőrző monitor beállításait mutatjuk be Önöknek. A monitor az ergonomikus kialakításnak köszönhetően rendkívül egyszerűen beállítható és kezelhető. A kezelőfelületen 4 nyomógomb és egy kijelző található. Ezek megnevezése óramutató járásával ellentétes irányban A, B és C nyomógombok, D a kijelző, illetve az E nyomógomb. A készüléket az E, azaz ki és bekapcsoló gombbal tudjuk bekapcsolni. Bekapcsoláskor a készülék gyorsan végig fog futtatni egy 1 másodperces tesztet, hangjelzést ad, illetve a kijelző összes szegmense világítani fog egy pillanatra, 3 másodpercig pedig az üzemóra számlálót fogjuk látni. Az A gomb megnyomásával tudjuk megtekinteni a részleges megművelt területet, természetesen hektárban adja meg az adatokat egészen 1 századtól 1000 hektárig. A B gomb megnyomásával tudjuk megtekinteni a beállított munkaszélességet, a C gomb megnyomásával pedig a teljes megművelt területet tudjuk megtekinteni. A számlálók nullázására az alábbiak szerint van lehetőségünk. Külön tudjuk nullázni a részleges és a teljes számlálót. A nullázni kívánt számlálót kiválasztjuk, majd az A és C gombokat együttesen addig kell nyomni, ameddig a kijelző nullát mutat. A munkaszélesség beállításához az A és B gombokat hosszan kell nyomni. Akkor tudjuk beállítani a kívánt szélességet, ha bal oldalt elkezd villogni az L betű, közben folyamatosan nyomnunk kell a B gombot. Az A gomb ilyenkor növeli a szélességet, a C gomb pedig csökkenti. A gombokat hosszan nyomva a szélesség gyorsan beállítható. Mivel most egy 6-soros vetőgépre van csatlakoztatva a készülék, így én 4,5 métert fogok neki beállítani. És ha elértük a kívánt értéket, a B betűt egyszer röviden megnyomjuk, és a készülék elmenti a beállított paramétert. Innentől kezdve nem kell minden indításnál beállítani, a beállított értéket megjegyzi a készülék. A sorok riasztási érzékenységének beállításához a monitort ki kell kapcsolni. A sorok riasztási érzékenységének beállításához kikapcsolt állapotban a B és C gombokat hosszan kell egyszerre lenyomnunk, majd röviden a bekapcsoló gombbal bekapcsoljuk a monitort. Ekkor 8-asokat fogunk látni, majd 6 vízszintes vonalat, és amikor bal oldalt a képernyőn az S betű villog, ekkor tudjuk beállítani a plusz és mínusz gombokkal a kívánt érzékenységet. Mivel jelenleg egy kukoricavetőgépre van felszerelve a berendezés, a kezelési kézikönyv szerint 4 és 6 közötti érték az ideális, ez természetesen a vetőmag szemnagyságától függ, hogy mi az ideális érték, én most egy közép értékre állítom be 5-re, és a B nyomógombot hosszan nyomva tudjuk elmenteni a paramétert, és innentől minden bekapcsoláskor ezzel az értékkel indul el a készülék. A vetés ellenőrző használatához be kell állítanunk az úgynevezett C paramétert, azaz, hogy az érzékelő hány impulzust küld a tahométernek 100 méterenként munka közben. Ezt legegyszerűbben automata kalibrálással tehetjük meg. A kalibrálás előtt le kell mérnünk egy 100 méteres távolságot vízszintes talajon, és a géppel a startpontra kell állnunk. Amennyiben a gépünk tud távolságot mérni, természetesen annak a számlálóját is használhatjuk. A C paraméter programozása menüpont eléréséhez bekapcsolt monitor mellett nyomjuk le egyszerre a B és C nyomógombokat. Ekkor 6 vízszintes csík jelenik meg a kijelzőn, majd villogó C betű jelzi, hogy belépett a menüpontba. Automata kalibrálás esetén az A és C gombok együttes nyomásával ki kell nulláznunk a kijelzőt. Haladjunk 100 métert előre a kimért szakaszon, és a kijelzőn meg fog jelenni a 100 méter megtétele alatt mért impulzusok száma. Amint elértük a kimért 100 métert,
a számlálást, a B nyomógomb rövid megnyomásával tudjuk leállítani. Mi most természetesen hibát kapunk, hiszen nincsen gépre szerelve az eszköz. Ilyenkor az alapértelmezetként beállított 200-as értéket állítja be a monitor. Az értéket a B nyomógomb hosszú megnyomásával tudjuk elmenteni. A monitor gyári alaphelyzetbe visszaállításához a monitort először is ki kell kapcsolni. Ezt követően az A és C nyomógombokat együttesen le kell nyomni, majd be kell kapcsolnunk a monitort. Ekkor hosszan 8-asokat fogunk látni, és egészen addig nyomba kell tartanunk, ameddig D betűk jelennek meg a kijelzőn. Ekkor minden általunk beállított beállítás elveszik, és a gyári alapértékek állnak vissza. Köszönjük szépen a figyelmüket, további jó munkát kívánunk!